Be van ez kapcsolva. Amúgy fura. Fura ez az egész. Sziasztok! Én Dezső Bencők, és elkezdtünk a legújabb videómhoz. Rebek a csatornáján, és itt van velem. Sziasztok! És ez egy kis helyzetjelentés lenne, tényleg csak pár percben. Az egész sztorit nem szeretném elmondani igazából, mert az majd az én csatornámra fog felkerülni. Viszont történtek olyan dolgok az elmúlt pár napban, egy hétben, ami magyarázatra szorul felétek a nézőim felé, akik remélem nagyon sokan itt vagytok Rebek a csatornáján. Nyilván valamilyen platformon el szerettelek volna titeket érni. Instára ki is ment egy poszt a mai napon, hogyha meg szeretnétek nézni, ott a linkje a leírásban. Köszönöm szívem, hogy használtam a csatornát arra, hogy a nézőimhez dumáljak és elmondjam, hogy mi is a helyzet. A helyzet az, hogy pár napja feltörték a csatornámat. Egy munkanélkül lettem, úgyhogy ha tudtok valami munkát, írjátok le a komment részlegbe. Nem kell megijedni egyébként, nincsen nagy probléma. Ebben a hónapban egyébként is pihenni szerettem volna, és nyugi, a csatornámat vissza fogom kapni, és folytatni fogom a videózást nyilván. A YouTube azt mondta, hogy gyakorlatilag olyan állapotban kapom vissza a csatornámat, mint ahogy elveszítettem azt. Elég huncut módon törték fel az egészet, szóval hiába írod le a komment részlegbe, hogy Bence nem volt két lépcsős azonosító, de volt, és Isten tudja, hogy megkerülték, de mindenre magyarázatot fogunk kapni. El nem veszett az egész, vissza fogom kapni, viszont inaktív lett a csatornám. Fel van függesztve. Fel van függesztve, igen, a YouTube felfüggesztette. De az egész sztorit el fogom nektek mesélni a csatornámon augusztusban, amikor visszajövök. Szerettem volna ezt a kis helyzetjelentést itt nektek gyorsan megadni. Remélem, hogy nagyon jól vagytok. Nagyon-nagyon sokan írtatok nekem Instán, hogy hogy vagyok, mi van velem, mi van a csatornámon. Nagyon szépen köszönöm, hogy érdeklődtök, és tényleg, hogy érdekelt titeket, hogy mi van velem. Azért folyamatos tök jó visszacsatolás az, hogy évek alatt ez a közösség az ott van, akárhova megyek, és ez egyszerűen elképesztő. Rebeka, neked meg nagyon szépen köszönöm, hogy amikor feltörték a csatornámat, éjjel volt egyébként, és én nem voltam itthon, hanem Abátszalókon voltam, de Rebeka, ő fennmaradt, és próbálta helyrehozni a dolgokat, és felvette a kapcsolatot egy másik céggel, akinek közeledett a feltöréshez, és bla bla bla. Nem volt egyszerű azért. Hajnali fél kettőkor nagyon jó program volt, de mindegy, a lényeg az, hogy meg lesz oldva az egész. Szerettem volna én is, hogy Bence valahogy el tudjon érni titeket, mert rajtam keresztül próbáltátok nagyon sokan elérni, kisebb-nagyobb sikerrel, de a lényeg az, hogy minden vissza fog állni a normál kerékvágásba, csak idő kérdése, és legyetek türelmesek. Igen, ami nagyon fontos, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien írtatok nekem Instán, viszont ezentúl nem fogom látni, ugyanis a sztorihoz hozzátartozik az, hogy már hónapokkal ezelőtt nekem így a csapaton belül le volt szögezve, hogy ebben a hónapban social detoxon vagyok, ami nem jelent más, mint hogy semmilyen közösségi platformot nem használok egész hónapban, se Instát, se YouTube-ot, se TikTokot, semmit, csak telefonálni szabad, úgyhogy nem látom, hogyha Instán írtok nekem, de láttam idáig, hogy nagyon-nagyon sokan írtatok, és tényleg köszönöm szépen. És augusztusban meg visszatérek, és elvileg augusztus 1-ére nekem a csatornámat is visszaállítják. Nagyon érdekes egyébként, hogy nekünk el volt tervezve ez hónapokkal ezelőtt, hogy Bence ebben a hónapban pihen, és pont erre a hónapra vesztettem el a csatornámat. Ez egy kicsit ilyen, mintha sorsműve lenne. Aki hisz ebben, hisz, aki nem, nem. Én egyébként tökre úgy fogom fel, hogy ez véletlenül se tudjak nektek videókat csinálni, de jövő hónaptól ismét vagyok, és most az agyamnak azon felét szeretném egy picit pihentetni, ami az elmúlt hétében azért minden egyes nap, minden egyes percén zakatolt, és folyton azon kattogtam, hogy milyen videót csinálja, ki mit kommenteltetete. Szerintem jól fog esni, remélem, hogy nagyon jól vagytok, nem szeretném ezt a videót tovább húzni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok mellettem, és hát nagyon izgatott vagyok, hogy augusztusban milyen új tartalmakkal jövünk, mert hogy titok volt idáig, most elárulhatunk egy, hogy elég sok minden fog változni. És milyen durva egyébként, hogy pont visszakapom, és akkor fog minden változni. Jújjúj, itt mindenki majd az összeesküvés elméletet fogja gyártani. Igen, mert azért tiltottátok le a csatornát, hogy itt változzon minden. Ennyi szerintem a sztori, nem? Még egyszer mondjuk el, csak a biztonság kedvéért, nem marketing volt, ezzel is nagyon sokan jöttek. Bárcsak az lenne. Én is ezt mondtam, hogy bárcsak erről szólna a dolog, sajnos nem, de meg lesz minden oldva, úgyhogy legyetek kitartóak. Nálam fogjátok látni Bencét valószínűleg addig is, úgyhogy ha hiányzik nektek nagyon, akkor gyertek az én csatornámra. Illetve olyannyira nem marketing, azt leszögezném, hogy amint visszajöttem augusztusban, azért egy olyan videó érkezik, egy olyan sztorival, ami, hát ez a sztori azért, hát nem annyi lesz, hogy leülök, hogy feltörték, visszakaptam, hanem hú, inkább nem akarok spoilerezni, nagyon közi tényleg, hogy mellettem vagytok. Remélem, hogy vártok vissza, augusztusban találkozunk, én elmentem pihenni, ti is pihenjetek, kenjétek be magatokat naptájjel, minden, és találkozunk a következő videójában Rebekának, hogyha benne leszek, amúgy meg augusztusban jövök. Sziasztok! Sziasztok!